Többet rétre, nem úszunk többet a strandon, és nem borozunk már többet a gangon. Az idézett kispál és a borsorok sok helyen feltendülhetnek. Házi bulin, vezetés közben a rádióból, koncerteken. Számunkra azért jelentenek most mégis picit többet ezek a sorok, mert nem ülünk már együtt valamelyik tanteremben unatkozva, énekelve, nevetve, néha tanulva. Kérdeztük ezelőtt mindig az éppen aktuális végzőst. Milyen utolsó évesnek lenni? Rossz-e? Fáj-e a végzős élet? Most, ahogy itt állunk talpig egyenruhában, útra való tarisznyával a vállunkon, tudunk rá válaszolni, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a jelenkor emberének talán túl sok minden fáj, de végzősnek lenni még mindig feldolgozhatatlanul boldog és örömteli dolog. Ez az épület az életfával és a magunk festette falakkal otthont adott egy világnak, mely a mi világunk. Egy külön kis társadalomnak, melyben meg kellett kötnünk a magunk kisebb-nagyobb kompromisszumait, ahol megtanultunk csiszolni, csiszolódni, küzdeni, tűrni és vágyakozni. Ráébredtünk, hogy a sok megírt és a még több meg nem írt iskolai házi feladatnál még fontosabbak az emberi leckék, melyekkel itt szembesültünk. Ezeket az élet pedig könyörtelenül számon kéri. Most már mi is tudjuk, új kezdet ez. A világ kinyílik,
s talán első pillantásra kicsit nagyobbnak is mutatja magát, mint amekkora, ám az itt megszerzett tudás jó útra való, hogy elkerüljük a közeljövő vakvágányait. Amit megtanultunk, idővel leülepszik majd bennünk, bizonyos dolgok átalakulnak, elvesznek belőle. Nem kötelező ide járni. Talán ez az a mondat, amit jó tanácsként a legtöbbször hallhattunk ebben az iskolában. És mi mégis ide jártunk. Biológiából szerzett ismereteimet alkalmazva, bátran kijelenthetem, hogy az itt álló ballagók a természetes szelekció során fennmaradt legfejlettebb, legéletképesebb egyedek csoportja. Remélem, a 4 év alatt a falak között és a világhálón kialakult osztályközösségeink elég szilárdak ahhoz, hogy a későbbi véletlenszerű, vagy éppen esedékes találkozóink alkalmával is lesz, miről beszélnünk. Útravalóul fogadjátok Hanvas Béla szavait. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. A lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer nélkülünk megy a vonat tovább. És az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Sajnos véget ér az álom, sajnos véget ér a nyár, ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk, talán abban van az utolsó remény. Létünk ingoványra épül, mely a sötét mélybe húz, de ha akarjuk, egyszer véget érnek nulla napjaink, egyszer elbúcsúznak túlzó vágyaink. Tudjuk azt, hogy egyszer végleg, sajnos végleg elmegyünk, de még addig mindent újra kezdhetünk.
Köszönjük.